Ez a háromharmad. A mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Sűrű és súlyos hetünk volt. Ami engem meg inkább megrázott, az, a, hogy meghalt egy volt kollégánk, a Horvát Balázs. Ti nem dolgoztatok vele egy orvosnál. Én igen. Én, én már pont dolgoztam vele egy rövid ideig. 48 évet élt, konyhában összeesett az érez. Nem egy, nem egy, egyszerű történet. Na, de nem azért vagyunk itt, hogy szomorkodjunk, hanem azért, hogy szórakoztassuk és informáljuk a kedves hallgatóinkat. Más szempontból is sűrű és uh, súlyos hét áll mögöttünk. Hogy nagyot ugorjak, tegnap néztem a Monaco Ferencváros mérkőzés, és meg megtudtam... Mit ad Isten? Mit ad isten, igen. Hogy a legsúlyosabb. És megtudtam a. a... Alé, alé. Megtudtam a félidőben a szokásos gyűlölet egy percben, hogy a, a benzinár emelésért nem a háború felelős, hanem a szankciók, amivel Európa megtámadta Oroszországot. Én, ez nem tűnik azért egy ilyen tyúk vagy tojás rejtejének, tehát, hogy háborúk, utána szankciók. Még ha, még ha szankciós a hibás, én, az sem a. de a háború szó nem esett, és én rettentően sajnálom ezeket az aktuális falucska éveteket, akik ott állnak is ebbe a rettenetes pózba beállnak, és... kétszer annyit keres, mint te, úgyhogy. Hát akkor, akkor már nem sajnálom annyira, de, de azért mégiscsak sajnálom, mégiscsak a szakmánk van ott ilyen, ilyen fura modellpózba beállítva. És hát a nézőket sajnáljuk inkább szerintem. Mindannyiunkat sajnáljuk, igen. Én az én saját magam is sajnálom, itt az egész <coughs> Azt meg olvasom a egyebek, mert a 24.hu portálon, hogy ismét mélyrepülésben van a forint, és 410 forintot karcolgatja, hogyha minden igaz itt pénteken közelítve a déli időponthoz. Ugye ez azt követően történt meg, hogy 15,7 milliárd eurónyi, vagyis 6400 milliárd forint Felzárkóztatási forrás felfüggesztését javasolhatja, ha az vasárnap az Európai Bizottság a Magyarország ellen folyó jogállami eljárásban. És a, hogy ez mekkora lóvé, a, így a 70%-ot is elérheti a felfüggesztett források aránya 21-27-es időszakra járó 22,5 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrásból. És e, ugye ez ráadásul a, a, azon fölül menne, ami Magyarországnak a helyreállítási programból egyébként jön, vagy nem jön valamikor. És ráadásul még tegnap elfogadta az Európai Parlament a nagy többséggel egy jelentés, miszerint Magyarország egy választási autokrácia hibrid rezsimmel, ez ígyben javasolja Kerner Zsoltnak a vonatkozó dolgozatát. És ezt csak mind azért mondtam el, mert hogy már én korábban ezeket összeírtam, aztán kiderült, hogy Kerner Zsolt pofátlan módon a tegnapi podcastjában a, a Pál Zsombornál mi a címe első kézből, kézből podcastban ezt mi végigvettétek, éppen ezért a mai adásunkat teljesen átszerkeztük, de ezt, ezt a felvezetőt már nem dobtam ki a kukába, ráadásul ezek. Már csak, om, már csak, az azért, már csak azért, azért sem dobtam ki, mert ezek tényleg uh, dermesztő számok és dermesztő információk. Tehát javasoljuk Zsoltnak a cikkét, Zsoltnak a podcastját és Zsoltnak a komplet életművét. Bita uh, a Dániel meg közben itt... Uh, zavartan pislog, hogy akkor tőle mit javasoljunk, az ő életművét is javasoljuk. Igen. Hát az... Na de, de er, akkor... az is, tehát... Igen, igen. És nem, nem kevésbé mély. És nélkül az enyém se jöttet volna létre, ez a másik. Ebbe Egy ideje már véget ért volna, de, de azért elindulják. El. Amíg a bidai szándékok érvényesültek volna, akkor már senkinek sem volna életművel kivéve. Vita a ami persze nem igaz, mert hogy mit a szerkeszt úrnak, ahelyett, hogy riportokat, interjúkat és elemzéseket írna, állandóan szerkeszt, meg főszerkesztőhelyettes, hiszen vezérigazgató szakon végzett, ahelyett, hogy a tündöklő tehetségét mellett én már 17 éves korában a 168-szor tapasztaltam álmélkodva. Azt kamatozhatnám, de most itt a személyiség felkesztésen... élek, <laughs> Tehát számos zárójelek után most, mint egy három perces felvezető végén sikerült eljutnom odáig, hogy akkor a mai nem kevésbé dermesztő témánkhoz, az első témánkhoz elérkezzünk. Mondom a hírt, Pintén Sándor Bel és belgyógyászat és minden egyéb ügyi miniszter módosított az immár 20 éves abortusz törvény mellékletén. Tegnap vagyis csütörtök óta a terhesség megszakítása jelentkező nőknek rendelkezniük kell egy szűrésznőgyógyász által kiállított lelettel, mely igazolja, hogy az állapotos nőnek az orvos, idézem, a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosít, azonosítható módon bemutatta, magyarán az állapotos nő meghallgatta a gyermeknek a szívhangját. Van, van szép hosszú véleményem erről, de most inkább átadnám a szót nektek. Mit szóltok ehhez? Nagyon nehéz téma szerintem, mert nyilván véleménye, meg érzületei, meg attitűdje, meg nem tudom, mindenkinek van, és nyilván a társadalmi vitához szükséges számban és nemi felosztásban most nem vagyunk ehhez jelen, hogy, ennek minden mélysége. Ez egy ilyen vicces ország, hogy 70 fölötti férfiak szoktak megbeszélni, a leginkább nőket, persze, meg persze férfiakat is, és ő is ők is ott voltak előtt. És pont ezt akartam a mondani. Mi nem töltöttük be a -et, de ettől még a... Pont ezt akartam mondani, hogy, hogy nyilván ez egy olyan téma, ahol nagyon sokféleképpen lehet érvelni, lehet érvelni vallási, keresztény alapon, erkölcsi alapon, szabadságjogi alapon, és nem tudom, mindenféle alapokon, és nem is egy olyan ügy, aminek a végén konszenzusra lehetne jutni. Tehát nem akarom én azt a naivitást, most elővenni, hogy ó, miért nem volt erről társadalmi vita, miért nem ültünk le, miért nem kérdeztük meg az öt éve megszűnt bábaszövetséget, szövetséget, akikkel ugye egyedül konzultált állítása szerint a belügyminisztérium, és miért nem lett a végén egy nagy boldog happy end, amikor mindenki ugyanazt gondolja a terhesség megszakításról, a fogamzásgátlásról. A... De hogy hogy erre semmiféle kísérlet se történjen, és tényleg egy 70-valahány éves nyugalmazott rendőr átírjon egy, egy éve, azért mégiscsak valamennyire társadalmi, ha nem is konszenzus, de elfogadottság mellett üzemelő jogszabályt, az, az egészen, egészen érthetetlen, vagy nem is tudom, mi a jó szórá, rá. Mert, mert hiányzik mögülem minden, ami, ami, egy társadalmat valamilyen szinten összetart. És, és mondom, nem, nem meggyőzhetők nyilván ebben a felek. És hogy egyébként, ha nem meggyőzhetők a felek, akkor persze ott is tartunk, hogy mi értelme ennek az egész módosításnak, tehát vajon hány nőt fog meggyőzni konkrétan a szívhang meghallgatása, és hányat fog inkább csak letargiába, még mélyebb letargiába taszítani ahhoz képest, mint amilyenben van. Tehát, hogy a célja nincs elmagyarázva. Tényleg pontosan úgy történt, hogy elképzeled, hogy amikor egy nyugalmazott rendőr megkapja felügyelni az egészségügyet és vele a, a, a teljes, nem tudom, ellátórendszert a maga nem csak fizikai, hanem, hanem teljes valójában. Tehát, hogy hogy nem, nem írsz át orvosi protokollokat sem, reméljük, vagy nem tudom, tehát nem fogja holnap kiadni azt, hogy a vakbelet túl másképp kell műteni, tehát hogy a, a kompetenciáknak a, a teljes összekavarodása vagy hiánya az, hogy hogy egy igenis ideológiai kérdésben egy ilyen rendészeti, vagy, vagy, nem is tudom milyen megoldással, azt mondja, hogy holnaptól úgy döntök, hogy ezt és ezt kell tenni. És még azt sem mondom, hogy lehet, hogy, nem, tehát lehet, hogy ehhez lehetett volna szakmai bázist építeni. Ugye az orvosi kamara, aminek egy alapvetően inkább a kormányal szemben kritikus vezetése van, ugye volt egészségügyi államtitkár vezeti, ők egyáltalán nem emellenzik ezt a módosítást, az etikai bizottság az kimondottan támogatta is, maga a MOK elnökség is inkább a tartalmát azt megértőleg fogadta, és azt mondta, hogy egyeztetni kellett volna róla. Tehát még az is lehet, hogy valamiféle szakmai egyetértési pontok is kialakulhattak volna erről. Nyilván nem a patent egyesülettel és másokkal, tehát akik ezt a, a női test fölötti kontroll szempontjából közelítik meg, és nem a magzati jogok szempontjából, de hogy ezt egy éjszaka megjelent kormányrendeletből kell mindenkinek megtudnia, hogy ez hogy ez így lesz, vagy harmadnaptól így lesz, az egészen, hát nem mondom, hogy meglepő, mert ezer ilyen dolgot láttunk, csak ez Pintér döntötte ezt szerinted? Nem arról van szó, hogy duró-dóra du a... az aktuális nyilas párt, amit most éppen mi hazánknak neveznek, jönnek egy, egy ilyen kérdése, és ki kell rántani a szünyeget, hiszen most jönnek a nehéz idők, politikai döntés De, születik, akkor mi most, mostantól, mostantól mi mondjuk ezt, és nem a, nem a nyilasok mondják. Szerintem ez elég, er tehát hogyha megnézzük azt, hogy mi ez tulajdonképpen, amit csináltak, ugye előkerült ez a régi Orbán videó, amin arról beszélt, hogy törvényeszközökkel, hogy aki törvényeszközökkel lesz, akarja leszorítani az abortuszok számát, ez egyszerűen gonosz. Azt hiszem, nem tudom szó szerint idézni. De ez, egyébként még tartalmilag is pontos megállapítás, azt gondolom. Igen, és az van, hogy ugye, ahogy a Dani mondta, lehet ezt többféle oldalról nézni. Én is inkább a morális kereszténységre alapuló oldalról nézem egyébként az abortuszt, ugyanakkor meg semmi, azt is gondolom, hogy semmi közünk nincs ez az egész ügyhöz, de hogy nem ez a vita. Tehát itt nem az a vita, hogy legyen-e abortusz, vagy ne legyen abortusz, mert akkor lenne róla vita. Tehát, hogy ak akkor arról beszélgetnénk, hogy hogy, hogy engedélyezni kell az abortuszt, és ez a típusú szigorítás szerintem egyetlen mintába illik bele, abba, hogy a Fidesznek sokkal kényelmesebb az, hogyha a Kultúrharcok kapcsolatos ügyekről kell beszélnie, mint arról kéne beszélnie, hogy napracsis tibor, tegnap a Financial Times-nak a arra a, 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 a hírra, amit reggel amit az előbb ö, mondtál, hogy mennyi pénzt vetnek el, tőlünk, megért, hogy akkor még fognak változtatni, tehát hogy kényelmesebb a kultúrharcos vonalat vinni sokkal, mint arról beszélni, hogy mennyi pénzt eset el Magyarország. Nem, nem a, a magazokról van szó, hanem, hanem ilyen politikai ö, részben. Igen, de, tehát hogy, hogyha még egy kicsit jobban kifejthetem ezt az egészet, akkor a... ez bennünket. <laughs> szóval, hogy, tehát hogy én tényleg nem látom a, a célt a, a mögött, hogy Magyarország ugye alapvetően egy, egy ebből a szempontból is Kevésbé vallásos társadalom, mint Lengyelország. Viszont ez a minta, ez egyértelműen a lengyel minta. És ugyanez a típusú kultúrharc folyik például az abortuszra kapcsolatban Olaszországban, és ott is ez egy valódi probléma. Tehát ez egy olyan ügy, amihez ezek a típusú politikusok kényelmesen nyúlnak akkor, hogyha saját maguk felé akarják virni a, a, a társadalmi konszenzust. Én azt se gondolom még, hogy ebből építeni akarnak egyébként valamit. Uh, nyilván, a, hogyha az abortuszok számát csökkenteni akkor az ember, akkor arra valószínűleg nem az abortusz törvényi szabályozása a legjobb megoldás, hanem a Oktatás, lehetőségek nyújtása az, hogy föl lehessen nevelni egy gyereket Magyarországon akkor is, hogyha mások középosztálybeli vagy, vagy a, nem tudom, a, um, alsó három jövedelmi decilisben. Tehát ugye ez valószínűleg egy sokkal jobban működő dolog, de szerintem nem ezért született meg ez az egész. Én, én uh, hallottam plegykeket arról, hogy ez lesz egyébként már, hogy ez készül korábban de még így is egy ilyen, tehát egyszerűen én ezt egy gecizésnek érzem, <laughs> bocsánat, tehát hogy ez szerintem egy szimple, egyrészt politikai haszonszerzés, másrészt maga, maga az eljárás, az egy, az egy gecizés. De ezt lehetett volna egyébként sokkal kulturáltabban is megcsinálni, még akkor is, hogyha ennek egyéb politikai elterelés, vagy a jobbik témája, vagy a jobbik, bocsánat, a mi hazánk témája alól való szőnyek kiúzás a sztoria, mert ugye az én kérdésem az, hogy ö, Tisztességes dolog-e az, hogy egy ilyen ö, döntés pőrén kerül be, egymagában kerül be, vagy dobódik belénk? Hogy nem, lenne, nem lett volna sokkal tisztességesebb az, hogyha Pintés Sándor azt mondja, hogy meghoztam ezt a rendeletet, vagy ezt a módosítást, a mellékletben való módosítást, de ekközben pedig fokozzuk az állam erőfeszítéseit a, a felvilágosítás terén, a fogamzásgátlás terén, felkészült szakemberekkel ö, növeljük a felvilágosító órák számát már az általános iskola 8. osztályától kezdve bevonunk ebbe a munkába minősített, általunk ellenőrzött civil szervezeteket, valamint offszer helyezünk el az összes középfokú és felsőfokú intézményben. Ez itt tisztességes lett volna szerintem, és ez nyugodtan hozzáfűzhette volna Pintés Sándor az, hogy a ezt megírtam helyette, át lehet venni ingyen. A felvilágosításba és a megelőzésbe vetett hitünket megalapozza a KSH azon statisztikája, miszerint az egyetemet végzett nőkhöz képes csupán a csupán 8 általánossal rendelkező nők körében 7 szeres az abortusz gyakoriság, a 8 általánossal rendelkező körében pedig 11 szeres ez a szám. Megjegyezzük továbbá, hogy az általános életszínvonal is összefügg az abortusz gyakoriság. Hazánk legszegényebb megyében, Hevesben, Jásznagykumban, már Márberekben és Nográdban lényegesen magasabb az ezer főre eső művi vetélések száma, mint Budapesten, Győr-Sopronban vagy akár Vasban. Hogyha ez így tényleg egy bekeretezve és hozzátéve, hogy a, a célt az más eszközökkel is akarjuk elérni, vagy azokkal is felhasználunk erre, akkor szerintem elfogadható. Hát, ha ez Tehát egyszerűen... nem ez van, hanem az, hogy kedden kijön, csütörtöktől így van, és akkor meg lehet tapsolni, és durodorra és tapsol meg azok, akik egyébként az ő álláspontját képviselik. Én szinte teljesen egyetértek. A... Itt azért mondom, hogy a, a, a benyújtó személye, vagy a rendelet alkotó személye, meg az egész egy ilyen repressziónak tűnik. Miközben ugye van Magyarországon egy világnézeti párt, a KDMP, amelyik időnként el is mondja, hogy ő mélyen nem ért egyet a hatályos abortuszszabályozással, de tudunk mutatni két hónappal, meg fél évvel, meg öt évvel ezelőtti nyilatkozatokat is a miniszterelnök helyettestől, aki azt mondja, hogy nem lesz változtatás az abortuszszabályain, mert nincsen mögötte társadalmi többség, nincsen mögötte konszenzus, és ilyen ügyekben nem lehet. Most persze nyilván ez egy fájdalmas, ám de apró lépés, a abortusz komplett magyarországi szabályozásában, tehát azért most írtunk mi a napokban is róla egészen mai magyar szemmel, vagy hát nyilván nem csak mai, hanem nagyjából ugye az 50-es évek óta hatályos szabály, magyar szabályozás, szabályozáshoz képest Európában egészen megdöbbentő esetek vannak. Ugye Málta, ahol szinte teljes abortusz tilalom van, Lengyelország, ahol úgy a szabályozáson az utóbbi években, hogy, hogy egészen kivételes esetekben lehet szinte csak elvégezni abortuszt, és az írszabályozás is nagyon szigorú, tehát vannak a magyarhoz képest nagyon szigorú törvények egyébként demokratikus, és adott esetben nyugati országokban is. Nyilván nem véletlenül ezekben tehát nyilván összefügg a társadalom vallásosságával, vagy a katolicizmussal, de hogy nálunk az a párt, amelynek ez az álláspontja, és ez esetben fogadjuk el, hogy belülről jövő vagy a valási tanításokból származó álláspontja, még az is azt mondja, hogy egyébként nem lehet a társadalmi akarattal szemben, nők akaratával szemben, most leegyszerűsítem, szigorítani vagy betiltani az abortuszt. Itt ugye nem ez történik, hanem, hanem marad ez a nyomásgyakorlás, ez a lelkiismeretre hatás, vagy ilyesmi, de ahogy mondod, minden, minden egyéb szabályozás minden egyéb eszköz nélkül. Anélkül, hogy az egyébként, tehát azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor talán a Dóra-Dóra egy Észak-Macedón példát mond, ahol miután ugye ezen a Budapesti demográfiai csúcson itt volt egy Észak-Macedón törvényalkotó, és elmondta, hogy náluk ezt bevezették, és onnantól kezdve nem tudom, 20%-kal csökkent a nem az abortuszok száma, hanem az abortuszra jelentkezők 20%-a meggondolta magát. Oké, okay, ez lehet, hogy így is van, lehet, hogy nálunk is így lesz, de ebből egyébként mi következik? következik az, hogy ezeknek a gyerekeknek jó életük lesz, hogy egyébként egy nem kívánt gyerek, az egy kívánt gyerekké tud válni a szívhang meghallgatásából, vagy csak az következik egyébként, hogy ott abban a helyzetben, amikor hát finoman szólva sem komfortos nyilván, a, nem tudom, a védőnő, meg nem tudom, mindenki előtt rád helyeződik egy olyan nyomás, egy olyan ilyen lelkiismereti impulzus, hogy adott esetben ott helyben meggondolod magad. De két hónap múlva már lehet, hogy nem fogod jó, jó ötletnek tartani, azt én meggondoltad magad. Szóval, hogy mi lesz ezekkel a gyerekekkel, ott maradnak-e a családjuknál, úgy nevelik-e föl őket, ahogy egyébként az jó lenne, hogy fölnevelik őket, vagy állami gondozásba kerülnek. Tehát rengeteg olyan kérdés nyílik ki, ami, amire sem nem tudunk választ. Tehát, hogy... Mert nincs is hát, erre. El... nyilván válasz. Az egész... A Fidesz politikájának egy jó részével nekem egyébként valójában az a problémám, hogy tökéletesen elfordulattal a konzervativizmustól, amiben mondjuk én hiszek, és alapvetően erőforrásként kezeli az embert. Tehát, hogy nem, az ember a Fidesz politikában az nem egy individuum, nem valami, aminek érzései és ambíciói vannak, nem valami, aminek jó életet lehet biztosítani, és a törvények kollektíven nem arra szolgálnak, hogy az egyéni szabadság és az egyéni boldogság minél nagyobb kiterjedését érjük el, olyan jóléti háttérrel, meg megszabályozással ami, ezt, ami lehetővé teszi a harmonikus együttélésünket. Ugyanez a bajom a fakivágásokkal is, hogy érted, De az talán a konzervativizmus legalapvetőbb tulajdonsága, hogy ne vágj ki minden fát. Igen, hát... ne, hogy, hogy a status quo megőrzése. Egy, egy, tehát, hogy benne van konkrétan a megőrzés szó a, a politikai irányvonal nevében. És a, gyakor, de nem, nem csak fákkal egyébként, hanem így építészetben, mindenben. Gyakorlatilag ez a a fideszben sokkal erősebb az a típusú ilyen forradalmi változásra, forradalmi társadalmi változásra építő politika, ami egy alapvetően baloldali politika. És alapvetően ez, ez a, a, társadalom kollektív kezelése, amikor az egyén tényleg erőforrásként tekintesz. A cigányság rá... is ugye, vagy erőforrás, vagy tehertétel, még nem dőlt el, mondták. Igen, hát, de, de hát, nem... Pont Orbán Viktor mondta? Igen. Jól emlékszem. És pont, pont ez a baj, hogy még minisztériumot is elneveztek arról, hogy az emberek erőforrások. Tehát érted, ez a, ez a fajta ilyen, szemtelen, az iden, individumra semmiképpen nem figyelő dolog, ez annyira távol áll a, a, a konzervativizmustól. És most, hogyha lehet az abortusz, ellen morális alapon érveni, akkor lehet ez ellen is morális alapon érveni, hogy mi milyen alapon hozunk ilyen döntéseket, meg érted? De, de, de hogyha meg elmegyünk erre, hogy mi a valódi konzervativizmus, akkor persze a Fidesz alapvető politikáját, meg azt, ahogy csinálják politikáját, vonjuk kétségbe, mert akkor azt gondolnánk, hogy a törvények alkotásának a célja, meg a szabályok módosításának a célja az alapvetően az, hogy mondjuk a társadalom és a benne élő egyének sokasága az valamilyen módon előre menjen, de hogyha meg ez a cél, akkor értelemszerűen minél több inputot kell tőlük is bevonni az, hogy hogyan szeretnének ők előre menni, hogy a társadalomnak mi a célja ezzel kapcsolatban. Úgy, tehát ott van a társadalomnak az élén, mondják a fideszesek, a, párt, a, párta, a hogy is mondták annak idején a komcsik, a, az nem, nem, hívták saját magukat, hanem erre is volt. Élcsapat. Élcsapat, köszönöm én szépen. So Ott az élcsapat, az élcsapat tudja, hogy neked mi és majd ők megvalósítják. Hát mondjuk közben hullik a forgács, néhányan odavesznek a, az iparosításban, a bányákban, meg beesnek a, a, a forró vasba, de hát a, maga, maga, a közösség az de halad én Sokkal bonyolultabb a, a Fideszes mindset, tehát ugye máskor meg azt hozzuk föl kritikának, hogy mindent mérnek, és mindent ahhoz igazítanak, hogy éppen minek van többsége. Tehát ez az ilyen felülről jövő uh, hitbéli alapon, nem tudom, a társadalmi normák átalakítása, az nem bizonyos esetekben van, más esetekben pont. Ez pont a, a taktika másik nem... a stratégia. Igen, igen, igen. És ugye a konkrét, ugye azért is érdekes, és teljesen abszurd persze, hogy ilyenekről beszélgetünk, de hát politika végül is, ez is. A testfölötti fölötti kontroll is politika. Hogy a Fidesz ugye más sem csinál az utóbbi években, meg évtizedben most már, vagy bő évtizedben, ugye, minthogy ketté osztja a társadalmat, és nyilván minden esetben úgy próbálja ezt tenni, hogy az ő oldalán legyen a több. Hogy ez 52-48 vagy 80-20 az esetenként változik, nyilván resi csökkentést majdnem mindenki akar, és szembe lehet állítani velük a szankciópárti, multipárti, nem tudom, kicsodákat. Bizonyos esetekben meg nem volt ilyen egyértelmű a helyzet, de hogy ez egy nagyon Érzékeny terület, ahova most mennek, és ebből is mondom, érdekes, hogy nem ideológiailag állnak bele, és nem semmilyen zsolt, meg nem a KDMP kezdi el az abortusz szabályozását euh, szigorítani, akarni, euh, hanem, hanem a aki a demesőt, egykori rendőr, hogy itt azért nehéz lesz azt mondani, vagy nyilván politikailag nem kifizetődő azt mondani, hogy vannak az abortuszpártiak, akik pedig azt akarják, hogy, mert hogy ugye, nyilván nincsenek abortuszpártiak. Hát majd hát lesznek egyébként. Lehet, hogy ha akarják, igen, hogy legyenek, akkor lesz Igen, de itt azért mondom, hogy itt szerintem nők, meg egyébként általában is emberek nagyon széles tömegeit bélyegzik meg olyasmivel, amit ők nem gondolnak. És ezt persze láttunk már, ilyet, de azért Oda más. A ezt... szerencsés baloldal. Igen, de hogy szóval nagyon szerintem a más, más mélysége az életnek ez, hogy egyébként egy 10 perce kifejlesztett koronavírus elleni oltásról mit gondolsz, aminek hát mondjuk a hatékonyságával kapcsolatban azóta inkább több kéte is van, mint kevesebb, vagy ilyesmi, mint hogy az élet alapvetőként, tehát rásütöd-e az egyébként abortuszon kényszerből, vagy saját választásuk okán, de nyilván nem jókedvükben született választásuk miatt átesettek rá azt, hogy ők abortuszpártiak, miközben ők nyilván nem abortuszpártiak, hanem, hanem azt gondolják, hogy az adott élethősztükben ők nem tudnak gyermeket vállalni, és nyilván senki nem gondolja ennek az abortusz jó megoldásként, hanem, hanem utolsó vagy lehetséges megoldásként gondolja. És amit elmondtál, tehát hogy nyilván ezer olyan Lépés van, amivel csökkenteni lehet az abortuszok számát. Zárójel: nagyon jelentősen csökkent az abortuszok száma az utóbbi években, évtizedben, sőt, még annál is hosszabb időben Magyarországon, tehát ez valamennyire működik is. Nyilván a fogamzásgátlás azért sok szempontból könnyebben elérhető ma, mint 20 évvel ezelőtt, és még inkább azzal lehetne tenni. Uh, hát meg azt, azt ne vegyük el, hogy egyébként a Fidesznek azok a családpolitikai persze, 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 amiket csinálnak, és amik sikeresek, azok nagyon sok hogy tényleg segítenek ebben. Persze, a, igen, az inkább úgy hozom elő, hogy a, a nem kívánt terhességek száma az az lesz az alacsonyabb, vagy az, az által, hogy a, aki a gátlást akarja választani, az könnyebben tudja, de amit mondtál, statisztika nyilván azzal függ össze, hogy sokan viszont nem engedhetik meg maguknak annak a költségeit, Uh, és hogy ugyanakkor meg, amit szintén mondtál, tehát hogy ez a szexedukáció, ugye ott meg pont az ellenkező irányba megyünk. Tehát azt éppen száműzik az iskolákból, ugye a mindenféle gender, meg, meg LMBTQ ideológiákra hivatkozva, de ezáltal az látszik, írtunk is róla, hogy ezzel a heteroszexuális szexedukációt is lényegében száműzik az iskolákból, mert nem lesz olyan, aki ezt egy csinálja, kettő belemerjen menni abba, hogy hol van az a határa, ameddig ő most még elmehet a, a Meddig a a végül, igen, 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 igen és, és, egyébként hát nem tudom, nektek vannak-e. Meg a diákok előtt is. Ilyen élményeitek. Tehát én mondjuk emlékszem, a, és ez sokat el is mond egésznek a környezetéről, és tehát, hogy nálunk a felvilágosítás, eleve a szó is nagyon jó, az speciál pont egy ilyen élveteg, kicsit túlsúlyos rendőr. <laughs> hajtotta végre általános iskola ötödik vagy hatodik osztályába. Ha azt most azt mondod, hogy a gumibotra felhúzta az óvszakát, Nem húzott fel semmit, de tehát, tehát, hogy mondatai a fülemben vannak, és nem fogom teljesen idézni, mert ennyire, 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 ennyire nem Ennyire bennünk. Hát, ettől félek, nem akarok ennyire traumatizáltnak tűnni. <laughs> de, de, hát szó, szóval, hogy, <laughs> vagy rajta. Hogy, hogy, hogy hát borzalmas az, hogy ugye azok, akik otthon nem találkoznak ezzel a témával, neveltetés, kulturális, szokásbeli, nem tudom milyen dolgok miatt, azok máshol nem fognak, mint vagy az iskolában, egyébként normális körülmények között szakértők által, nem rendőrök által, vagy a haveroktól? Hát, vagy a, vagy a világban, tehát az interneten ah. ilyesmi, sokkal kevésbé, sok esetben sokkal kevésbé képzett és nem tudom, tudatos és ilyesmi módon. És hogy ezt hát ha nem is tiltod, de ellehetetleníted, és ezzel szembe meg megpróbálsz szabályozási eszközökkel, és mondom így a lelkiismeretre, vagy a, vagy a, a, bűntudatra, inkább aztán a jobb szó is, bár sokszor használtam a lelkiismeretet, szóval inkább a bűntudatra appellálva kierőszakolni azt, hogy, hogy, az egyébként már abortuszra jelentkező nő ott helyben a rendelőben meggondolja magát, hát az nagyon furcsa világszemléletet tükrözt. Hát meg érted, milyen érzés egy orvosnak ezt megcsinálni egyébként? Tehát, hogy a... Milyen érzés annak az orvosnak, aki egyébként is egy megterhelő dolog a bortuszt csinálni? Én nagyon ez származású vagyok, és visszak sokat beszélgettünk erről. Uh, szóval ez egyébként is egy ilyen megterhelő dolog. És hogyha ezt egy orvosnak sokszor egymás után meg kell csinálni, hogy konkrétan kötelezően, törvény alapon traumatizál uh, terhes nőket, akiknek egyébként is problémáik vannak, az például a, az amúgy is viszonylag kevés orvosra milyen hatással lesz. Persze nyilván van egy részük, akit ezt nem fogja annyira megérinteni. Uh, de azt arról is beszélünk egy kicsit szerintem, hogy azért uh, milyen haszna lehet politikailag a Fidesz számára, hogy milyen lehetőségek nyílnak ki ezzel az egésszel. Én nem szeretek a... Vannak, van ez az állandó összeskős elméletkeresés, hogy miről terel a Fidesz, meg mivel, mivel miről akarják elterelni a véleményt, de Érdekes ezt szerintem megnézni, hogy vasárnap után, miután kiderül, hogy akkor valójában hogy lesz az uniós pénzek elvétele, valójában van -e esélyünk ezeket megkapni, még valamennyi engedménye, mi lesz a kommunikáció pont ezzel az abortusznevezetéssel kapcsolatban. Nekem ilyen posztraumás stresszem jön elő a gyerekvédelmi törvény kapcsán még ettől, ez egy tökéletesen olyan isú, amire rá lehet fogni azt, hogy akkor ezért nem kaptunk pénzt. Most nyilván azt látjuk, hogy most nem kommunikál senki, most csak Navracs és Tibor kommunikál, aki nagyon megengedő, nagyon, tehát egy gyakorlatilag egy másik kormányminisztere, meg, meg Varga Juditot látod, aki a korábbi... Aki Sőt, ha igen, haza sem hanem az európai külügyminisztereket látogatja végig, és nagyon-nagyon visszafogott posztokat ír arról, hogy így az európai parlament esetleg meghallgatná a magyar véleményt is, és akkor ez, tehát azért ez nem a korábbi kommunikáció. Az jön szerintet, hogy azt mondják, hogyha, hogy azt mondják majd, hogy azért nem adják oda a pénzt, mert hogy nem hagyja Magyarország, hogy kértsük saját magunkat az abortussal. Igen. Én nem azt mondom, hogy ez jön, én azt mondom, hogy ebben van egy ilyen lehetőség is. És hogyha akarják, akkor mondhatják erre, mert pont akkor nyújtották be, amikor erről meg kéne egyezni. Az már részletkérdés, hogy ez az Európai Parlament, amelyik nemrég kimondta, hogy Magyarország nem demokrácia, annak az elnöke, a Roberta Metzola, az majdnem azért nem lett az Európai Parlament elnöke, mert nagyon-nagyon konzervatív az abortussal ő ugye Egy máltai politikus hét gyereke van és korábban több abortus ellenes szervezetet is támogatott, és majdnem egyetlen egy ügyben szavazott, fixen az Európai Néppárton. Ból kifelé, és az az abortusz volt, és emiatt nagyon sokan támadták. Ez részletkérdés, de eddig nyilván... Ezt már nem fogják meghallgatni igen, az igen, a három millióból a másfél millió hardcore hát, szavazó, hanem annyi fog lejönni, hogy azért nem kaptuk meg megint a pénzt, mert hogy nem hagyjuk, hogy kiértsük saját magunkat az abortuszok. Én remélem, hogy nem ez lesz egyébként, én csak azt mondom, hogy ebben van egy ilyen politikai lehetőség is. Hát igen, nem egy, olyan, nem egy annyira merész tipp, amit a Zsolt mond az alapján, a, gyermekvédelmi törvény alapján, ahol hát teljesen világos volt, hogy semmi köze a gyermekvédelminek nevezett törvénynek ezekhez az eljárásokhoz. 5 de el is mondja most már ezt a Csics Tibor, meg talán most már nem csak ő a kormányból. Az Orbán már azt mondja, a, ő azt mondja, hogy sikerült. Az, o, o, az, a, is mondta, hogy a nagy politikai sikerült, sikerült leválasztani a családvédelmi ügyeket a Igen, tehát, hogy a az gyermekvédelmi ügyeket egy, Soha nem volt köze hozzá, és a, az abortusz szabályozás megkapcsán meg pont amiatt, amiről szintén beszéltünk, ez teljesen abszurd állítás is lenni, tehát Európában, és er erről is érdemes egyébként beszélni, nem, most nem ma fogjuk már megtenni ezt a részét, de hogy, tehát hogy, hogy Mondom, magyar mércével döbbenetes szabályok vannak, nyilván a máltai, ahol tényleg a nő élete kockáztatása árán is, vagy sem hajtható végre abortusz, hogy a nem erőszakból fogant gyerekek esetében is milyen szabályok vannak, hogy tényleg. Szóval azt mondani, hogy Európában ez a magyar szabályozás ütné ki a biztosítékot, miközben gyakorlatilag széles körül tilalomban több országban, az annak valóság alapja, ha lesz ilyen, az nyilván a nulla lesz. Na akkor ezt a témát zár, zárjuk le annyival, hogy uh, itt már ti is érintettétek, hogy igazából abortuszpárti ember nincsen. Senki nem akar abortusz, senkinek nem szórakozás. Az, 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 Biztos az van, a... de hogy örültekkel tele van a világ, szóval. Hogy... Hát akkor egy kezemben meg tudnám számolni, és maradna még újjám, hogy egy klasszikus idézek. De ugye itt is a, nyelv, a megosztás és a nyelvuralása a Fidesznek két uh, ilyen kommunikációs taktikája érhető tetten. Tehát ráfogni a másik oldalra, hogy ti vagytok az abortuszpártiak, miközben az egyébként a botmixerrel meglehetősen buszussal módon e, viccelődő helyrésző a Katalin mondta még annak idén a botrány évekkel ezelőtt a botrány idén, amit minden szavával egyetértek. Senki nem abortus párti, e, és senki sem abortus választás párti. E, az abortusz nem jó dolog, és, és az sem azért van, mert az abortusz jó dolog, hanem mert a tiltásával nem a magzatterhelytások száma csökken, hanem az abba belehaló nők száma. Az abortusz szörnyű, senki sem jó kedvében választja, és aki rákényszerül, azt támogatni kell. Szóval a próbáltam volna ezt a, ezt a záró gondolatot ráfűzni. De akkor most térjünk át a következő témákra, még van talán 15 percünk. Megjelent ma, vagyis pénteken reggel. Na, ez or... vidámabb téma legalább. Horváth Csaba kollégánk tollából egy cikk, melynek az a címe, hogy a Fidelitas alelnök és ismerősei egy első kerületi klinika lakói lettek az időközi választás előtti napokban. Dániel szerkesztette a, a cikket, és éppen ezért nincs mer, mer Merésségben nem ahhoz, hogy ezt ja, én fel, tehát ezzel át is adom a Na hát, ha már szó... mondtad, hogy milyen sokat szerkeztek, újabban egyébként nem olyan sokat sajnos, de ezt, ezt a cikket, ezt nagyon nagy öröm volt szerkeszteni, mert annyira, hát igen, szóval amennyiben az ember a demokratikus jogok csorbításán de a, szerkesztés megjelen... a szerkesztés, megjelen, a visszafogása megjelenne az általán megírt riportok számában, akkor ez a nemzetfelelődését szolgálja. Szóval nagyon-nagyon szóval, szórakoztató történet ugye az történt, hogy a Fidelitas egyébként kommunikációért felelős alelnöke számos, tehát mondjuk azt, hogy tucatnyi ismerősével együtt lakcímet változtatott néhány nappal vagy héttel az első kerületi időközi választás előtt, és nagyjából huszan, de igen, nagyjából huszan egy ostrom utcai ingatlanba költöztek be, egy olyan bérházba, aminek a alsó szintjein egy magánklinika Egészségügyi központ működik, több rendelő intézettel, és ezeknek a. Papíron? Hát igen, igen. A papíron költöztek be? A, igen, igen. igen. A klinika ott működik, és ők pedig papíron ott létesítettek lakcímet, tehát a fejfájás klinikán, a neurológiai klinikán, a laborban Indukodnak is. Indokoltnak tűnik. Tűni. Hát ha nagyon fájt a akkor igen. És hát ugye rengeteg rétege van az egésznek. Eleve az, hogy a Fidesz ugye elég jó trekken van éppen Budapesten, a sorra nyeri az időközi választásokat, nyert ugye olyan körzeteket, sorban, hatodik kerületben, a hetedik kerületben, Budafokon, igen, és a 16. kerületben is, amit a 19-es választáson még az ellenzék nyert meg, tehát az ellenzéktől hódított el ö, körzeteket. És ugye ez történt az első kerületben is, ahol megrádásul különös tétje lett a választásnak az, hogy ott kicsit fölbomlott a korábbi ellenzéki egység, és két jobbikos, korábbi jobbikos képviselő az elkezdett a Fideszsel szavazni, és a mostani választás eredményeként a két jobbikossal együtt már akkor mondjuk azt az egyszerűség kedvére, hogy a jobb oldalnak van többsége, bár mondom azért az fontos, hogy itt a más esetekben a Fidesz azért ennyire nem rajonga volt jobbikosok társaságáért, és nem, nem úgy állítja szembe, hogy van a bal meg a jobb oldal, hanem általában a jobbik ugye ebben a bal oldalra szokott kerülni, de ott a helyi politikai hát, még amíg a pártban vannak, igen, amint, kilépnek igen. Már. Hát igen, változó, ugye ott vannak ezek a bérencek, tehát a Volner, meg a nem tudom, meg, meg a... Ők ugye a Bencsik féle pártban vannak, akiknek nincs semmiféle ilyen fideszes kötődésük, sőt, tehát ők inkább így így a választás eredmény, vagy hát az el nem indulásuk révén, de hogy nincsenek ilyen fideszes kapcsolataik, és alapvetően egyébként pont ideológiai, meg kulturális ügyeken különböztek össze, és ebből lett egy személyes konfliktus. Tehát ők nem akarták támogatni az átriumot, ami ugye nem is az első kerületben van, de az önkormányzat adni akart nekik pénzt, ők azt mondták, az hogy... Ez nincs tamat. mester az első kerülettől, tehát ugye határ, hogy... határ, határ ezzel... de hogy nyilván... Miután a szomszédjában laktam durván tíz évig összesen, úgyhogy ez már... Na és ebből lett egy vita. Gyomrom talál? összeszorul egyébként, amikor ennyi budaival ülök itt, én derék délpesi de, de nem ugyanazon a szinten vagyunk budaiak azért. Vagy, A Danival, de hát ugye hozzám képes mindenketten budaiak vagy de hát most hagyjam, hogy kifejtse. Na igen, és hogy akkor a az történt, hogy az nyilván fontos volt a Fidesznek ez a választás, ez ugye látszik az utóéletéből is, tehát azért önkormányzat, frissen megválasztott önkormányzati képviselőket nem szokott tömegével fogadni Orbán Viktor a választás másnapján és a Karmelitában szelfizni velük itt a győztesnek. Ez is összejött, Fűrjes Balázs meg ugye már elkezdett rögtön időközi választásért kiáltani, mondván, hogy megszűnt a baloldali többség. Na most mindezeknek a, hogy ekkora tétet tulajdonít a fidesz egy választásnak, utána azt látni, hogy ez az eredmény, ez akár úgy is kialakulhatott, és most nyilván a de elvileg nem, nem? Tehát, hogy azért, hogyha én jól értem azt a cikket, akkor 20 körüli hát ember Ennyi tudjuk egy darab házban, ugye? Ja, és lehet, hogy hát akkor nem van... tudjuk, de hát érted, hogy szóval ez sincsen ő csak, hogy 60, 60, szavazattal nyert hát a Fidesz. Persze, de ugye azt előre meg végképp nem látod. és mondom, nem, nem tudjuk azt, hogy máshol voltak egy ilyen bejelentkezések. Itt ennek pontosan a számossága, meg a, az egészen elképesztő átlátszósága és pofátlansága az, ami feltűnő. Tehát az, hogy még csak nem is lakó hanem orvosi rendelőkbe, ráadásul hát egy... Ez törvénytelen? Azon túl, hogy pofátlan? Nem. Mondtad, most változtatták meg? Nem, nem. igen, de ez a, a lényeg. Én rengeteket írtam ilyenekről egyébként, el is mesélek mindjárt ezt a gyorsan. Szóval, hogy, hogy, nem, már nem, november óta nem. Korábban a fiktív lakcím az, az, büntethető volt, és voltak is ilyen ügyek, amiről én amiről sokat foglalkoztam, az, az volt, hogy a nagybani piac mellett van egy motel, Ahova... A piacon gyakorlatilag. Gyakorlatilag a piacon belül, igen. Végre a délpesti hát, tudás az... Életemben több ezerszer el, és autóztam előtte, igen. És ugye mellette van a váberernek a kamiontelepe is. És Igazolom. Eb ebbe a motelbe jelentkezett be, a, emléke, hát talán a 14-es önkormányzati választás előtt, ebben most már egészen biztos nem vagyok. Nagyon-nagyon sok ember, de annyi, hogy bőven meg tudták volna fordítani a, a soroksági adott körzetben a, az eredményt is, és akkor elkezdtük nézegetni, hogy mi ez, mert hogy százával jelentkeztek be emberek, és nyilván ott is ez volt az első gyanú, ami itt, hogy hát ez a politikai motiváció lehet mögötte, de hát kiderült, hogy nem, ott egyszerűen az történt, hogy a kamionsofőrök, a Waberer kamionsofőrjei, akik nyilván hetekig vannak távol, és amikor hazajönnek, akkor is lehet, hogy két éjszakát vannak itt, és nem mennek mondjuk haza vidékre, ők a, gyakorlatilag a postafiókjuknak használják ezt a motelt, és tényleg vannak én ekkora fakkok, oda dobálják be, nem tudom, a bérpapírjaikat, vagy az aláírnivalókat, és 300 embernek ott vannak a kis uh, irattartói. Lehet egyébként meg is alszanak ott időnként, tehát ez egy létező motel volt, és nem az volt a céljuk, hogy a 23. kerületben A vagy B szavazzanak. Egyébként elmehettek volna szavazni, hogyha akarnak, aztán a részvételi adatokból az világlott ki, hogy nem akartak. Uh, de ott ugye legalább érted a ott volt egy gyakorlati motiváció. Itt az teljesen nyilvánvaló, hogy egy, nem költöztek be ezek az emberek, nincs ilyen véletlen, hogy valaki egy fejfejás klinikán akarjon lakni. Hm. Uh, és még ha a is. ismerőseivel és azok szüleivel, tömegével mindezt az időközi választás előtti napokban, tehát hogy az életszerűsége. A, 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 kurva élet olyan nem van, nem tudtok valahol egy fejfejás -fej klinikát, is. hova ideig sem be tudnék jelentkezni. Szanatórium mi igen. Szanatórium. Uh, na de hogy ugyanakkor meg, egy, egy tavaly őszi módosítás ezt a szankcionálhatóságát eltörölte azzal, hogy a BTK-ban a közokirat hamisításnál konkrétan bekerült a kivételek közé, nevesítve az, hogyha valaki vagy saját tulajdonú ingatlanba, vagy egyébként tulajdonos jóváhagyásával egy másik ember ingatlanába jelent be lakcímet, az semmilyen körülmények között nem számít közokirat hamisításnak, akkor sem, hogyha teljesen nyilvánvaló, hogy ez neki nem a valódi lakcíme, és ezt valamilyen nem jó szó az előny, mert neki ebből ugye előnye nem származik, de hogy valamilyen nem feltétlenül nemes cél érdekében teszi, hanem mondjuk azért, hogy szavazzon. Ugye ez, és akkor ugye befejezem a előadásomat. Élvezzük. Ugye, ugye ennek, ennek nyilván az nagy politikai, tehát mondjuk egy parlamenti választás szempontjából nincsen jelentősége, hiszen ezek az emberek, akik átjelentkeztek oda, ezek csak itt tudnak szavazni, és máshol nem. Tehát, hogyha ezt a körzetet eldöntik a Fidesz javára, akkor ma hiányozni fognak Csömörön, ahol eddig szavaztak. Ami egyébként lehet, hogy. Igen. Amúgy is buktak, buktak volna Csömörön, és akkor jöhetnek, de. Kisebb a, a, a jelentősége, mint. De, de egy ilyen helyzetben, ahol egyébként egy konkrét képviselői mandátum, egy konkrét kerület képviselő testületének összetétele a cél, ott akár egyébként el is dönthetik. Nyilvánvalóban, hogyha csak úgymond csak 20 ember van szó, akkor ez egy picit több, mint picit kevesebb, mint amennyire szükség volt, és nélkülük is egy még sokkal szűkebb, nem tudom, háromszázalékos különbséggel nyert volna a Fidesz, no, de hát ez nyilván soha nem tudod előre, hogy mi lesz az eredmény, tehát nem azért csinálod, mm. hogy pontosan meg tudnád számolni, hogy hány, hány mandátumra lesz szükség. Ez egy viszonylag szűk ellenzék. Ne, 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 azt... ne nézzük le a Fidesznek a... Nem. De azt megmutatja, amit állandóan beszélünk, hogy Fidesz lehajol az apróért. Abszolút. Minden egyes esetben, és, és, most egyébként az ellenzék is lehajolt az apróért, mert a, az első kerületben, hogy szerintem önkormányzati képviselő helyére ekkora kampány, nem tudom mikor volt utoljára az országban. Tehát az, hogy a, tényleg, hogy az önkormányzati uh, képviselő miután megnyerte, azután az Orbán a előtte, ugye az ellenzék előtt, az a, a főpolgármestertől a teljes ilyen ellenzék mindenkivel kopogtatott folyamatosan elképesztő energiákat toltak bele ebbe, és hát nyilván lehet, hogy akkor tehát, hogy nem, nem azért nem nyertek, mert Na jó, minden, nem menjünk alap, hogy miért nem nyertek. Tehát, hogy, azért előtte így beszéljünk Menjünk csak, menjünk csak, menjünk csak. Végre valami felfestik itt a a tudatalattiból Kerner úrnál, akkor hallgassuk meg, hogy, meg. Hogy, hogy... hogy, miért gondolom, hogy miért nem nyertek? Nekem erről több elméletem van, a legegyszerűbb az az, hogy a, az első kerületi vezetés az egyszerűen nem jó. Tehát, hogy az egy, az egy kifejezetten sikertelen városvezetés, több szempontból is, egy csomó nagyon gáz ügyük volt, látszik az, hogy elvesztették a többséget is, az egyetlen ember, aki az első kerületben még kerületi politikusként visszak sikeresebb dolgokat is csinált, az ugye pont a Momentum új elnök, aki átült a parlamentbe, és azóta kevésbé sikeres dolgokat csinál. És a, a, tehát én alapvetően is azt gondolom, és erről vitatkoztam mondjuk, ha ugye barátaimmal is tök sokat, amikor arról beszéltünk, hogy az emberek így apátiában vannak, és nem akarnak elmenni a baloldalra szavazni, vagy az ellenzékre szavazni, és hogy nekem az egyik elméletem az az, hogy azért nem akarnak elmenni a baloldalra, vagy az ellenzékre szavazni, mert az ellenzék lúzernek néz ki, és lúzerekre nem mennek el szavazni az emberek. Ebből ennyi, és az hadd kértem egy picit jobban, egy fél mondata jobb, hogy azért néznek ki lúzereknek, mert az, amit a politikában, és egyrészt ugye vesztenek 12 évvel folyamatosan, az, az egy adott dolog, hogyha nem kerülsz a hatalom közepébe, akkor automatikusan, lúzer vagy, és a tehetség, meg, a, meg az ambíció az nem felét fog húzni. De a másik meg az, hogy, ezek, hogy nem, nincs kitalálva az, hogy mit akarnak mondani saját magukról, az esetek túlnyom a többségemben. van egy-két képviselő, akinél igen, ezért nem, az, nem önazonosak, nem úgy néznek ki, mint akik hitből képviselnek valamit, nem úgy néznek ki, mint akik valóban politizálni akarnak, hanem úgy néznek ki, mint akik helyezkednek, de, nem, de bénák, elszúrják a többséget. És szerintem ez az egyik fő ok. Most el tudom a mondani, mi, hogy mi, elmondja, hogy miért, miért nincs igaza. De nincs Orbán úr. Másról is akarok a beszélni, hogy én viszont 36 éve lakom a kerületbe, <laughs> hogy ilyen budai mellékletet csináljunk belőle. És ugye ez egy, az ellen, És még csak 35 számára, éves. Ez a... nem, nem, 38, két évig Újpesten éltem. Hogy... <laughs> Pff, ne állj tovább, Dani. <laughs> Ugye Monaco Fradi után nem, 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 nem Ez a szó többet nem mond ki, légy hát Monaco, persze. És mindketten, hogy új pestézővel szakítottuk meg a budai létet, úgyhogy én az emberek nem. kerülsz itt. Uh, szóval, hogy ugye ez egy az ellenzék számára szinten megoldhatatlan telep volt. Az az egész önkormányzati választás legnagyobb meglepetése volt, hogy itt nyert az ellenzék. Ez egy olyan kerület, és egy olyan egyébként országgyűlési választó kerület volt, az, amíg át nem szabták, és az ötödik kerülettel közösen nem meg a 8. 9. egy részével nem lett egy választókör, ahol soha semmilyen módon nem nyert más, mint jobb oldal jelölt. Tehát az MSP 94-es szerű győzelmekor 2002-ben, 2006-ban is kivétel nélkül mindig a jobb oldal nyert. Ugye 98 óta Nagy Gábor Tamás volt a polgármester, előtte ugye Katona Tamás, tehát 90 és 98 között es vagy független MDFS vezetés volt, utána Fidesz. És ugyanez a tehát parlamenti választáson is ugye megpróbálkozott itt Kóka János azzal az ígérettel, hogy felújítja a Moszkva teret. Minden soha nem nyert senki, mindig csak a jobb oldali jelent. De előtte. a Moszkva tér fel újítva. Nem is választották meg a Kóka János. <laughs> e, ugye ez szakadt meg 2019-ben egyébként egy kevesebb, mint egy pontos győzelemmel, annyival nyert a Vénaszályi Márta Nagy Gábor Tamás előtt. E, azóta ugye Nagy Gábor Tamást azt Ö, el is küldték valamelyik balti országba konzulnak, ami azért nem a leg magasabb, ezt most nem is tudjuk. A legmagasabb karrier, amit azért egy ö, el lehet érni volt polgármesterként, de hát egy nagyon, tehát egyrészt nehéz terep, már mint kulturális értelemben, ráadásul ez a körzet a vár alja, ugye a Vára a leginkább jobbos az első kerületben, a 19-es önkormányzati választáson is csak a két vári körzetet nyerte meg a Fidesz. Nem Budapesten. Mármint Budapesten. Nem, az első kérleten. Az első nyertem meg a hogy, tíz nyolcban az, az ellenzék nyert, de a várban nyert a Fidesz akkor is. Szóval egy nagyon nehéz terepen, egyébként egy szerintem is inkább kudarcos önkormányzati működés látszik, itt aztán végképp jól kijön az, hogy ugye rengeteg párt van, ott adott esetben még több is, mert hogy ez a ott létező egyéniben megválasztott képviselő például ez a volt jobbikos nem egyszerűen listáról került be, nyilván alapvetően inkább jobboldali hagyományok vannak, erre részben rá is játszik az ellenzék egy része, a másik része viszont ugye nagyon nem, tehát ugye a Vénaszáim már ugye párbeszédes, ott alapvetően inkább ugye ez a zöld baloldali program, tehát ugye egy, egy nehéz terep, itt akart nyilván mindenki bizonyítani, nyilván a Momentumnak is, meg az elnöknek is fontos lett volna, hogy ne veszítsék el azt a körzetet, amit ő dobott el, ugye neki lesz most kettő másik a 11. kerületben ezen a hétvégén. Ugye, Amikre egy kicsit nagyobb esély. Ott van, nagyobb esély én van, hát a 11. Emlének, de kerületben. és, és pont ez, ez az, olig, hogy... Gyula hogy... volt az a igen. aki az első kerületben, Nagy Gábor Tamás, tehát aki hosszú idő. Na de, de ez csak azt az ilyen záróját akarom beletenni, hogyha a 11. kerületben is ugyanaz lesz, mint az elsőben most, akkor annak szerintem sokkal durvább jelentősége van, mint az első kerület. Persze. Mert a trend látszik, de maga ez a körzet, ez tényleg nem volt egy klasszikus nem, és ott van még Zugló is, ahol meg, amiről szintén írtunk a héten egy cikket, ahol hát egészen elképesztő dolgok történnek. Tehát Zugló ugye az a 13. kerület után a második legbaloldalibb kerülete a fővárosnak választások óta. És, és Kecske is, is, nyert volna Zuglóban. Ez és, a most, és, most, ugye az a helyzet... De a akkor, káposzta az nem maradt volna meg. Hogy akár ezt a mandátumot is elveszítheti a, az ellenzék, mert hogy ugye külön indul a polgármester által támogatni látszott, meg Tóth Csaba által támogatni látszott jelölt, meg az összes Na, Ezt de. magyaráz meg nekem, Dani, hogy ennyire, hogy lehetnek idióták. Hát ezt nem. nem. Vagy ennyire az emberek. Vagy a Zsolt hát... egy erősebb kifejezés használt korábban, azt most nem venném a számra, hogyha ha szabad. Tehát ez Ugye, így... én szerintem itt van egy alapvető, tehát ezért a politika az arról szól, hogy te politikusként túl akarsz élni, és hatalmon akarsz maradni. Nem csak arról szól, hogy te, hogyha Látsz magaddal szemben egy tábort, aki azt mondja, hogy ő a közjóért dolgozik, akkor, és, és te ennek az akadályában állsz, akkor így hátrafordulsz és megadod magad. Szerintem ott van egy, klasszikus politikai összetűzés az ellenzéknek az újabb része, meg a, a régebbi része között. Meg én nem vagyok zugrani, hogy értője, de amit látok belőle az ez, hogy az ellenzéknek a, a az újabb része, az egyszerűen leszeretne számolni az ellenzéknek a régebbi részével. Most hogy ennek az ellenzéknek a régebbi részének mekkora része a, a nagyon káros, meg mekkora része az, ami politikailag odasodott, nagyon diplomatikusan próbálok fogalmazni az egészel kapcsolatban. Kár. Tehát, ugye az van, hogy én nem lepődnék meg például, hogyha mondjuk a mostani városvezetésnek jobb lenne az, hogyha a Fidesz nyerne, mert akkor nem erősödne meg annyira az ellenzék, hogy őket ki tudják csinálni. Hát igen, például. itt ugye ez tűnik a, a, erőviszonyok szempontjából döntőnek, hogy a remélhetőleg nézőink és hallgatóink teljesen kérdben vannak egy felegi a mondani, tehát ugye a Tóth Csaba, aki ugye a mindenféle ingatlan ügyek miatt végül kénytelen volt ö, visszalépni az előválasztásra a hadházi Ákossal szemben. Az üzleti életbe visszatér. Na igen, és ugye azt mondta, hogy ő ezt a mocskos politikát nem is akarja folytatni, ennek megváltás. Nem ki a szemet Visszamelt a üzleti életbe, őt ehhez képest tegnap egyedüli jelöltként újra választották az ugló MSZP elnökévé. Uh, és... Valójában sem lehet, hogy erre az üzleti életre gondolsz. Hogy... <laughs> és nagyon, ugye azok időközben ugye ő, ő, ő gyanúsítottja lett egy korrupciós ügynek, ugyanabban a korrupciós ügyben ugye a Horvácsaba is gyanúsított, uh, és nagyon úgy tűnik, hogy ő az uglói pozícióit <kül> meg akarja őrizni, és jelenleg olyan a testületi előviszony, hogy a az a tétje ennek a választásnak, hogy az ellenzéknek többsége van-e a testületben az MSP nélkül is és hogyha most nyerne az ellenzék által, a többi ellenzéki párt által támogatott jelölt, akkor lenne, ha nem, akkor meg nem lesz. Tehát lesz ellenzéki többség, Fidesz nélküli többség, de akkor kellene a szoci szavazatok is, tehát továbbra is valahogy meg kell kötni ezeket a kompromisszumokat, amikből hát zugló utóbbi 8 évében, aztán bőséggel adottak mindenféle igen. parkolási és egyéb ügyekben látható kompromisszumok. Ez hát a kérdés, hogy kitásnak kell. Hát igen. Igen. És az is nagyon furcsa ebben az egészben, hogy 70-30-ból ha... ki a 70-ki 30. Hát igen, meg hogy, hogy nem tudsz. Tehát ugye az MSZP meg a párbeszéd országos szinten évek óta szövetségben van. Közösen indultak választásokon, az MSZP támogatta a karácsonygeget, ilyesmi, és most ott tartunk, hogy egy párbeszédes jelöltet a zuglói MSZP nem támogat, hanem megette valaki más támogat. És ez csak arra, hogy ez valami ilyesmit kérdeztél, hogy ennek miért nincs vége. És hogy valószínűleg azért nincs, vagy tehát hogy az MSZP nem, nincs már olyan szervezeti állapotban és kultúrában, hogy mondjuk ezt a Tóth Csaba ügyet meg tudta volna oldani. Hát valószínűleg nincs, tehát az MSZP az nincs már annyira összeránt, hogy egyszerűen valaki felemelje a telefont a központban, és leszóljon. Hát vannak legyen súlya, igen. Ezt olyan. ne, vagy hogy legyen egyáltalán központ, honnan Ugye ennek a káveri... Legyen telefon. Legyen telefon a központban. Hát ennek a káveriáját láttuk, hogy igazából aki így minden elbeszélés szerint a legbefolyásosabb ember a pártban, az nem hajlandó nevére venni a pártot. Pedig azt szerintem egy ilyen viszonylag jó fordulat lenne az LMP után, hogyha végre azok az emberek, akik valóban befolyásolják a saját pártjukban a nevükre is vennék az. A Molnár Zsoltra. Utal. Molnár Zsoltra ja. utalok ezzel. Ennyi az nem tájékozottak az oldalon. Ja, jó, Észem, az... Hogy... Szóval, hogy, hogy, ugye volt ez az elnökválasztás, ez, ahol elindult számos jelölt, aztán visszalép, hogy elindult Újhely István, ő, ő, valamennyire ezzel a mostani, tehát a Morna szemben, aztán bejelentette, hogy mégsem, mert nem kapott elég támogatást, mert hogy a Nemény András indul helyette, aki, hogyha jól emlékszem, akkor utána bejelentette, hogy ő se indul, mert ő, ő, neki nem szólt erről az egészről senki. Szóval így teljesen érthetetlen, hogy így mi történik pontosan. Az látszik, hogy Molnár nem akarja ezek szerint azt, hogy akkor ő elindul az MSP elnökének, és ki van mondva, hogy ez az ő pártja. Ne, én kicsit nem értem, hogy miért, de mindegy, valószínűleg az mszp nek a vezetés az annyira ilyen felszabdalódott, meg, meg, megosztott, hogy már képtelenek lesz egy zuglói mszp nek Bár egyébként... Tehát, Kiszólal, pont... a Molnár azért arról meg egy másik podcastot lehetne készíteni, de hát... hát nem, hogy kiszól a Tóth Csabának, tehát hogy akkor a Molnár Zsolt le tud-e szólni Tóth Csabának, vagy hogy így... Ez a... Tényleg most itt lezárva ezt a mai podcastunkat az teszem, ez a Moldova fél a hasonlat, hogy jöjjön már az a kibaszott erdész, és haza mindenkit az erdőből. Mert hogy ez a klasszikus történet, hogy oroszok elfoglalták az erdőt, utána a németek foglalták el, egymást zavarták, és akkor végén jött az erdész, és mindenkit haza zavarta a jó büdös francba. Egyébként szerintem olyan szempontban nem rossz ez az egész, hogy ezeket a konfliktusokat el kell rendezni. Tehát, hogy a, Hogyha ez az ugrói, az például szerintem az konkrétan így keresztbe is vágta az egész az egész ellenzéki kampányt részben, meg az előválasztás, meg a Karácsony ugye, ami ott történt, és egy csomó ilyen van az országban, amiket előbb-utóbb el kéne rendezni, hogy egyébként ez az ellenzék ez képes -e együtt politizálni, van-e bármilyen közös ötlete arra, hogy mit kell kezdeni az országban, mert nincs, akkor nem ért, nincs értelme csinálni. Most az a része a politikai kultúrának, az 12 év Fidesz alatt már rég meghalt, amikor arról beszélünk, hogy mindenki hoz kompromisszumot, és akkor a végén az a jó megoldás, amivel mindenki lehetőleg többet nyer és lehetőleg kevesebbet veszít. Ugye ez így működik a politikai a normális helyeken, meg így működik például Brüsszelben, de Magyarországon nem így működik, itt azért összegű játék, van, aki veszít, van, aki nyer, és akkor egy ilyen környezetben szerintem el kell dönteni azokat a konfliktusokat, hogy te képes vagy együttműködni mondjuk mszp sként a bárbeszéddel, vagy a Momentummal, mert ha nem, akkor tök fölösleges újra megpróbálni az indulást így. Zsolt most jött, haza, most jött haza Strasbourgból, azért mondja jelendülettel a, a, pozitív példákat. Azért pillanákat. beszél franciául. Én csak annyit mondok erre, hogy erdész, meg annyit mondok erre utalva Bita Szerkesz úrnak egy korábbi mondatára, hogy ahol nézőkről és hallgatókról beszélt, hogy ne csak hallgassanak bennünket a kedves nézőink és hallgatóink, hanem nézenek is bennünket, hiszen a YouTube csatornánk az hétről hétre erősödik, dagaz és egyre combosabbá válik puszi mindenkinek.